Önkéntesek vásároltak be az időseknek szexárdon, hogy nekik ne kelljen elhagyniuk az otthonaikat a koronavírus első hullámának idején. Most, ha igény lesz rá, újra felállítják ezt a rendszert a Tolnai megyeszékhelyen. Erről a városi edzője beszélt az ország leghallgatottabb rádió csatornáján. Úgy gondoljuk, hogy ha indokolt és szükségszerű, akkor nyilvánvalóan az önkormányzatnak segítenie kell. Úgyhogy most így járunk el, hogyha ilyen felkérés vagy ilyen igény jelentkezik, akkor ezt megvizsgálják a kollégák, és ennek megfelelően segíteni próbálnak arra rászorulónak. De nem csak a tavasszal, már országos szinten is kiemelkedően jól szervezett önkéntes program térhet vissza hamarosan Szekszárdra. A polgármesteri hivatalban ugyanis már működnek azok az akciócsoportok, amiknek a feladata, hogy a következő időszakban jelentkező új kihívásokat minél hatékonyabban tudja a város kezelni. Minden területen oktatás, a kodifikáció vagy az egészségügy területen is egy-egy akciócsoport működik, amelynek a feladatait meghatároztuk. Ezek a feladatok nagyrészt hasonlóak, mint az előző időszakban, és ezek az akciócsoportoknak a működése, irányítása teszi ki a mindennapjainkat. A cél nyilván az, hogy a védekezést elősegítsük, éppen ezért a kormány rendelt összhangban meghoztuk azokat az intézkedéseket, amelyeknek szükségesnek tartottunk. Gábor Ferenc a Rádió egy műsorában arról is beszélt, hogy a hivatal munkatársai újra elkezdtek védőfelszereléseket beszerezni, hasonlóan, mint ahogy tavasszal az első hullám idején történt. A szájmaszkokat és gumikesztyüket, valamint a kézfertőtlenítőt pedig az önkormányzathoz tartozó intézményekben osztják majd szét.